A példabeszédek könyve 28. rész jobb tisztes szegénységben élni, mint bűnnel szerzett gazdagságban. Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán. Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká tartja a rendet. Ha szegény ember a nincs telenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér. Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak. A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az urat, egészen megértik. Jobb a fedhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár. Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára. Aki kamattal és uzsorával gyarapítja a vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincs teleneken. Aki elfordítja a fülét és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos. Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a fedhetetlenekre szép örökség vár. A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta. Ha az igazak vigadnak, az nagy dicsőséget jelent, ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket. Aki takargatja védkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik. Olyan a szegény népen uralkodó bűnös, mint a morgó oroszlán és az éhes medve ha esztelen a fejedelem, nagy lesz az elnyomás, de ha gyűlöli a nyerészkedést, hosszú ideig ér. Akit vérontás bűne terhel, hadd fusson a sírig, ne segíts neki. Aki fedhetetlenül él, a segítséget kap, de aki görbeutakon jár, egyszer csak elbukik. Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiába valóságokat hajház, annak szegénység jut. A megbízható ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar meggazdagodni, nem marad büntetlenül. A személy válogatás nem jó dolog, egy falat kenyérért is vétekbe viheti az embert. Gyorsan akar gazdagságra jutni a kabzsi, de nem tudja, hogy inségbe jut. Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg. Aki meglopja apját és anyját, és azt gondolja, hogy az nem bűn, cinkosa az a gonosztevőnek. A telhetetlen ember viszájt szít, de aki az úrban bízik, az gyarapodik. Aki a maga eszében bízik, ostoba, de aki bölcsen él, az megmenekül. Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sokátok éri. Ha fölemelkednek a bűnösök, elrejtőzik az ember, de ha azok elpusztulnak, sokan lesznek az igazak.